Bízd rá magad az innovációra, és élvezd a sikert. Real Madrid és Hankook Tire. Együtt a győzelemért. Bízd rá magad, Hankook Tire. A Real Madrid hivatalos partnere. Egy korábbi adásban megígértem, hogy a 9000-et forgó S2000-es után egy 10000-et forgó autóval jövünk vissza, hát íme, megpróbáljunk lemérni egy Nissan Leaf-et. A Nissan elég korán lépett az elektromos autózás piacára, évautója is volt a termékük, és azt gondolom, hogy talán ez egy belépő modellnek tekinthető. 24 kWh-s akkumulátor, ennek az autónak a felszereltsége is viszonylag alacsony, de már megadja azt az élményt, amit a villanyautózás ad, hogy a helyi emisszió az nulla. Nyilván a megszokott motorfordulatszámhoz kötött mérés nem biztos, hogy összejön, de nagyon nagy izgalommal vártuk mindannyian, hogy mit tudunk kihozni ebből az autóból. Elég messziről jöttél, Győrből érkeztél hozzánk ide Budapestre az autó Corbelhez. Hát ez is egy hosszú táv, ennek az autónak viszonylag kicsi az akkumulátora. Kellett-e egyáltalán tölteni? Kellett töltenem. Igazából mondtátok, hogy ne lemerült akkumulátorra jöjjek. Ennek megfelelően úgy gondoltam, hogy kell közben sötöltés. Tatabányán töltöttem, villámtöltőn, és a Budaörsi Decathlonnál. Nézzük is meg a töltőjét, mert az is egy érdekes, hogy a jobb oldali az egy Type 1-es csatlakozó, a bal oldali pedig egy CHAdeMO töltő, ami a villámtöltő, tehát az egyenáramú, a jobb oldali pedig a AC, tehát a váltakozó feszültségű töltésnek a helye. Te melyiket szoktad használni? Gondolom otthon nincs CHAdeMO-d. Nincs, otthon a Type 1-et szoktam használni. 2015-ös az autó, és 193 ezer kilométer van benne. Azt gondolom, hogy ezt elég sokat használjátok. Családi autónak vettük lassan 2 éve. Taxi volt itt fent Pesten. Értem. Hát itt a Nissanos körökben a pálcikák száma mindig egy hit kérdése. Ebben hogy állsz a pálcikákkal? 12-ből 10 pálcika van meg. Ez az autó az, ami ugye tévhiteket megdönti. Mindig azt mondják, hogy ne töltsünk villámtöltőn sokat, mert árt az akkumulátornak. Ellentétben 5-3510 párszor villámtöltötték az eddigi kilométerek során, és még így is 75-76% körül van az akkumulátor kapacitása. Én ez alatt a 2,5 év alatt 40 000 kilométert mentem vele, komolyabb probléma nélkül. Amit úgy rá kellett költenem, az egy hajtómű olajcsere volt igazából, amit gyárilag a Nissan szerint nem kell cserélni, de ajánlatos 60 000-enként lecserélni, én ezt lecseréltem. Hát jól tettem, hogy lecseréltem. Mikor beálltál, már feltűnt, hogy olyan érdekes felnék annak rajta, és a Mazda logó ott van a közepén. Igazából mielőtt Nissant vettem, nekem Mazdáim voltak, és a nagyon jó barátomtól kaptam ajándékba ezeket a Mazda felniket. Sajnos ő elhunyt, és igazából az ő emlékére tartottam meg a Nissanra is, mivel teljesen passzolt középfurat, az osztókör, minden, és így igazából előtte való tisztelgés okán fent maradt a Nissanon is, és a Mazda emblémát ezért nem cseréltem le Nissanra. Itt tippelhetnénk ugyan, de nem tudom, mi alapja van lenne az egész tippelésnek. Igen, igen. Van sok kilométerünk, van egy 71%-os akkumulátorunk. Akarsz tippelni? Hát én azt mondom, hogy ha gyári közelít hozzá, az már... Ha már itt elektromosságról beszélünk, akkor maradjunk az SI mértékegységeknél, tehát ugye itt kilowattról beszélünk, ugye 80 kilowatt, ha jól emlékszem, ennek a motornak a max teljesítménye, és a maximális fordulatszám az pedig 10400, 10000-től leszabályozzák a teljesítményt. Hát én azt gondolom, hogy a vezérlés miatt itt kupó alkatrészekről nem nagyon beszélhetünk, én is azt gondolom, hogy a gyári teljesítményt hozni fogjuk, pusztán azon múlik, hogy hogyan fogjuk tudni megmérni. Szurkoljatok! Ez.
Mérés technikában egy kicsit ki kell tekintenünk, ugye egy külső karakterisztikát mértünk. Nem a villanymotor tengelyén mértünk konkrétan nyomatékot és teljesítményt, hanem a kerekeken mértük meg azt, hogy mi jut ebből le a talajra. Ebben természetesen benne van az is, hogy az autó menetdinamikai rendszerei a kerék teljesítményt, kerék nyomatékot azt korlátozzák. Az első ebben természetesen a kerékkipörgés, de egyéb stabilitási kérdések is felmerülnek, vagyis alacsony sebességnél az autó nem engedi, hogy a villanymotor teljes nyomatéka és teljesítménye a kerekekre jusson. Ez gyönyörűen látszik majd az ábrából, ezt érdemes is egy kicsit részletesebben megnézni. A teljesítményt, ugye normát nem vehetjük figyelembe, hiszen mi nem egy benzines vagy egy dízelmotornál korrekciós tényezőkkel számítunk vissza, mi konkrétan azt nézzük, hogy ezen az autón most a tengelyen a kerekeken leadott teljesítmény a 126 lóerő, ez egy picit több, mint a gyári teljesítményérték. A lóerő nagyon furcsán hangozhat itt, hiszen elektromos dolgoknál azért kilowattról lenne érdemes beszélni, 80 kilowatt az eredeti teljesítménye, de ezek az értékek nem a pillanatnyi csúcsértékek. Ezek a mérések már negyedórás, 30 perces vagy egy órás állandó teljesítményeket jeleznek. Ennek fényében mi 126 lóerőt vonatkoztattunk vissza a villanymotor tengelyére. Ezt 9345-ös fordulaton értük el, és van egy nyomatékunk, ami 217 Nm 3300-as fordulaton. De mit is jelent ez a részletekben? A gyári 144 km per órás végsebességét azt hozta az autó, nyilván ez a görgők, illetve a kerekek valódi sebessége. Ezek alapján látszik, hogy igen alacsonyan próbáltunk indítani, de az autó nem engedi a kerekekre a teljes teljesítményt, egészen körülbelül 50 km per óráig. Addig egy korlátozott nyomaték, és nyilván egy korlátozott teljesítmény áll rendelkezésre. Tehát ez nem a villanymotor karakterisztikája, hanem amit ebből az autó vezérlése a kerekekre enged. Itt már látszik a szinkron motorra vonatkozó jelleggörbe, ami egy állandó nyomatékkal indul, majd egy állandó teljesítményű fázisban folytatódik, és a tömegerők, a fordulatszám miatt korlátozzuk itt az egész értéket. Ez már gyönyörűen látszik, és ebből pár következtetést le tudunk vonni. Azt tudjuk levonni, hogy egy ilyen egyfokozatú, egyáttételű autónál az eredeti nyomaték ugyan elméletileg rendelkezésre áll, de a tapadás miatt úgysem tudjuk kihasználni. Ezt majd legközelebb 50 km per óránál tudjuk valóban gyorsításra fordítani, majd ezek után egy szinte konstans teljesítmény áll rendelkezésre, és van egy végső fordulatszámunk, amit a villanymotor szilárdsági szempontból nem bírna tovább, ez adja a végsebességét. Hogyan látja ezt a tulajdonost? Igazából meglepett meg azt, hogy a teljesítmény kicsit nagyobb. Leginkább akkor érzem, amikor a körforgalmakból kigyorsítás van, és ugye ilyen 40-50 környékén kijövünk, ott már okoztam meglepetést egy-két dízeles kollégának is, de hát ugye rendesen a közutakon azért annyira nem merem neki nyomni. Ugye, mint mondtam, család, igen, család már otthon, azért ugye nem kockáztatunk. Meg hát nem egy Tesla. Köszönjük szépen, hogy részese lehettél ennek, vagy részese voltál ennek a kísérletnek, és elhoztad nekünk ezt az autót. Én nagyon örülök, hogy ezt meg tudtuk mérni, és valamilyen adatokat tudtunk szerezni. Még egyszer, ez a keréken mér teljesítmény, ez nem a villanymotornak a karakterisztikája, hanem abból az, amit az autó a talajra ad, és amit a vezető valóban érezhet is. Köszönöm még egyszer, hogy eljöttél. Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Total Car erőmérő következő autója, ez a Mazda RX-8 Revolution Ladder C, hogy pontosak legyünk. Ez az autó egy Wankel motoros, kéttárcsás Wankel motoros szerkezet. Nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit tud. Itt van a kezemben egy dugattyúja, ez mozgatja az autót, ebből jön az az erő, az a magas fordulatszám, amit mindannyian úgy várunk. Ha te is kíváncsi vagy, iratkozz fel a Total Car YouTube csatornájára, és nyomd meg az értesítési gombot.